Híradónkat látják, köszöntöm kedves nézőinket! Elindulhatnak ősszel Pápa és Győr között a 83-as út fejlesztésének kivitelezési munkálatai. Szombaton délelőtt Téten jelentették be országgyűlési képviselők, illetve a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hogy határozat született arról, szükség esetén a kormány biztosítja az Európai Uniós forrásvárományt a projekt kivitelezési költségeihez. Októberig kell megkötni a támogatási szerződéseket, ezt követően kezdődhet meg a kivitelezés az út új nyomvonalán. Azt, hogy elkezdődhessenek ősszel a 83-as út új nyomvonalának kivitelezési munkálatai, komoly tevékenység előzte meg, nyilatkozta dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepélyes bejelentést követően. 600 ingatlan kisajátításra került, megvan a régészet, kész a nyomvonal, 100 méterenként tervezték meg ezt a 36 kilométert, a természetre is gondoltak, ezért volt egy év a környezetvédelmi engedély kiadása, hát a 16-ba kezdtük, és most van 20. Szerintem itt szinte balesetmentesen lehet győri közlekedni azzal, hogy 20 perccel rövidebb lesz az út. Dr. Kovács Zoltán hozzátette, a nemrégiben meghozott kormánydöntés azért jelentős, mert értelmében a kormány biztosítani fogja az út megépítéséhez részben szükséges uniós forrásvárományt, ha az valamilyen ok miatt nem érkezne meg, így a teljes összeg rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához. A szombat délelőtti programon jelen voltak a 83-as útmenti települések vezetői is. Dr. Áldozó Tamás, pápa polgármestere az útrekonstrukció kapcsán kiemelte, pápa szempontjából óriási jelentősége van annak, hogy megvalósul a fejlesztés. A magyar kormány azt vállalta, hogy minden megyei úvárost beköt az autópálya hálózatba. Ez a terv, ez a vállalás nagyjából teljesül is, és ezen kívül egy olyan települése lesz még az országnak, ami közvetlen autópálya kapcsolattal fog majd rendelkezni, amit úgy kell érteni, hogy azért épül meg egy autópálya, hogy az a település bekapcsolódjon az autópálya hálózatba, ez pedig Pápa lesz. Én azt hiszem, hogy egy olyan pozíciót elérne, amely megkülönböztet minket az összes többi más magyar településtől, az 14-15 év munkájával sem volt egyszerű. A 83-as út fejlesztése a remények szerint az érintett települések demográfiai adatainak kedvező alakulásához is hozzá fog járulni, mondta el a bejelentésen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Nem csak örülök annak, biztos is vagyok abban, hogy ennek a gyorsforgalmi útnak a megépítésével mindazok az intézkedések, amelyeket kínálunk a településeknek az életminőség fejlesztésére, mind-mind azt az eredményt fogjuk ezzel elérni, hogy ez a népesség számnövekedési tendencia ez megmaradhat, és az azt is jelenti, hogy ezek a településeink egészen biztos megmaradnak olyanoknak, amilyeneknek, kis településeknek, amilyeneknek mi szeretjük őket. A programon Gyopáros Alpár kormánybiztos és Kara Ákos országgyűlési képviselő is elismeréssel szólt arról, hogy dr. Kovács Zoltán polgármesterként, államtitkárként és országgyűlési képviselőként is sokat dolgozott azon, hogy a 83-as út fejlesztése megvalósulhasson. Sok munka van benn, nem voltam egyedül, sokan dolgoztak, sokan segítettek, de ma egy kicsit ugye az ember egy mélyebb levegőt vesz, hogy na végre elindul. A fejlesztés keretében egy teljesen új, kétszer-kétsávos út fog megépülni az M1-es autópálya győri lehajtójától egészen Pápáig, valamennyi érintett települést elkerülve. A kivitelezés során párhuzamosan építik meg a Pápa-Tét, illetve a Tét-Győr közti szakaszt. A fejlesztés keretében egy 1,5 kilométeres repülőtéri bekötő utat is megépítenek Pápán. A tervek szerint a beruházás 2023-ra készül el. Az erzsébetvárosi tagóvoda fertőtlenítő takarítása ma befejeződött. Az óvodát kedden, augusztus 11-én újra megnyitják, közölte nem sokkal ezelőtt tartott sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester. A városvezető a járványügyi helyzet ma délutáni aktuális számairól is hírt adott. Mint mondta, újabb karantén határozatokat adott ki a hatóság, ám több járványügyi megfigyelést fel is oldottak. Jó hír, hogy a hétfő 17 órai adatok szerint a fertőzött személyek száma tegnaphoz képest nem nőtt. Továbbra is 31 pozitív pápai esetet tartanak számon. 145 fő van karanténban, ez a szám tegnaphoz képest csökkent, mivel több esetben az elrendelt karantén megszüntetéséről született határozat, mondta el a polgármester. Járványügyi megfigyelés alatt 81 fő áll, 40 esetben rendeltek el járványügyi elkülönítést, és 24 járványügyi zárlat van érvényben.
Van azonban egy ennél sokkal jobb hír. A ma hétfői 17 órai adatok szerint a járvány ismételt megjelenése óta először nem nőtt a fertőzött személyek száma. A tegnapi 31 esethez hasonlóan ma is azt a 31 pozitív esetet tartjuk számon. Nyomatékkal kérek mindenkit, hogy az egészségügyi ellátást a kellő körültekintéssel vegyék igénybe. Az alapellátásból több házi orvos karanténba kényszerült, mivel a rendelőkben utóbb fertőzöttnek bizonyult személyekkel kerültek kapcsolatba. Dr. Áldozó Tamás úgy tájékoztatott, hogy az Erzsébetvárosi tagovoda a fertőtlenítő takarítást követően augusztus 11-én, vagyis holnap újra kinyit. Az újonnan beiratott gyermekek augusztus 17-19 közötti időszakra tervezett ismerkedő délutánjai viszont a városi óvodák valamennyi intézményében elmaradnak. A szülő értekezleteket a járványügyi elírásokra ügyelve későbbi időpontokban tartják meg. Az időpontokról a szülők a városi-óvodák-papa.hu honlapon, a zárt óvodai Facebook csoportokban vagy a tagovodák kapuján kihelyezett hirdetményekből tájékozódhatnak, mondta el a polgármester. Dr. Áldozó Tamás 17 óra 45 perckor arról értesítette híradónkat, hogy a fertőzöttek száma Pápán 37-re emelkedett. Augusztus 10-től a tavaszi veszélyhelyzetben megismert óvatossági rendelkezésekkel működik a városi piac. Az árusoknak és a vásárlóknak kötelező a maszk viselése, a portékához a vevők nem nyúlhatnak, az eladótól kell kérniük. A piacra vonatkozó szabályokról Bakó István, a Városgondnokság vezetője tájékoztatta híradónkat. Az árusítópultokat fertőtlenítette a Városgondnokság munkatársa ma délelőtt a piacon. Hétfőnként jellemzően nincsenek árusok a vásárcsarnokban, csak az üzletek működnek. Kedden azonban sok árust, kereskedőt és vásárlót várnak. Nekik ismét be kell tartaniuk a megelőzést célzó szabályokat. A piacon visszatértek ezek a szabályok, mint ami az első vírustámadás idején volt. Így például kötelező a maszk, most a piac egész területére bevezettük, hogy kötelező a maszk használata, értjük azt a sátoros részt is, illetve az árut tovább ismételten csak az árusok foghatják meg, az eladók, és ők is csak gumikesztyűben. Az óvintézkedésekről már a pénteki városvezetői egyeztetés után értesítették a kereskedőket, a vásárlók számára pedig közleményt adtak ki. Bakó István hangsúlyozta, a rend betartását szigorúan ellenőrzik. A köztelt felügyeleten egy új munkarendet vezettünk be, ez azt jelenti, hogy járőrpárok reggel itt kezdenek a piacon mindegyik, illetve egy járőrpár jön 11 órára, aki a délutános műszakot viszi a városba. Így igazából legalább 4-6 köztelt felügyelő mindig itt lesz. Ezen kívül kérni fogom a rendőrségnek a segítségét is. Még a mai napon beszélek kapitány úrral, hogy ők is segítsenek ebben a rend fenntartásában. A Városgondnokság által működtetett más létesítményeknél egyelőre nincs korlátozás. A két nyilvános illemhelynél más gondolatsor mellett fűztük fel az intézkedéseinket. Itt például az lett az előírásban, hogy minden WC használó után a ülőkét, a kilincset és a csapokat fertőtleníteni kell. Nem akarjuk bezárni. Természetesen, hogyha úgy látjuk továbbra is, hogy a fertőzés üteme nem lassul, akkor további szigorító intézkedéseket kell bevezetnünk. Bakó István arról is tájékoztatott. A Városgondnokság és a Közterület Felügyelet ügyfélszolgálati irodáiban egyelőre szünetel a személyes ügyfélfogadás, de telefonon, e-mailben és levelezéssel folyamatos az ügyintézés. A városban működő többi közszolgáltatóhoz csatlakozva a Pápai Vízmű ZRT is meghozta a szükséges intézkedéseket a kialakult járványügyi helyzetre vonatkozóan. Az ügyfelektől online, illetve írásos formában fogadnak megkereséseket. A mérőórálások leolvasását augusztus hónapban megkezdik, de kollégáik munkarendjében változtatásokat vezettek be a biztonság érdekében. A többi közszolgáltatóhoz hasonlóan a Pápai Vízmű ZRT is meghozta a szükséges rendelkezéseket a járványügyi helyzettel kapcsolatban. Elsőként az ügyfélszolgálat rendjét alakították át, de intézkedéseket követelt a dolgozók munkarendje is, hiszen vizet szolgáltatni elengedhetetlen. Vélekedett dr. Lukács Endre vezérigazgató.
Az ügyfélszolgálatnál áttértünk az online, illetve az írásos bejelentésekre. Tehát e-mailbe, telefonon és levélbe lehet ügyet intézni most a vízműnél. A másik része, hogy óvatosságból, mert hát nem lehet kizárni, hogy valakit nálunk is kiszűrnek a vírussal, ketté osztottam a csapatot. Tehát az egyik fele az egyik héten van bent, a másik fele a másikon. A tavaszi mérőóra leolvasás elmaradt az akkor érvényben lévő veszélyhelyzet miatt. Az évenkénti több leolvasást fontosnak tartják, hiszen sok hiba időben kideríthető. Ez a fogyasztók és a szolgáltató számára is hasznos, mert kevesebb a vízelfolyás. Emiatt augusztus hónapban megkezdik a vízmérők leolvasását. A szabályok és biztonsági előírások maximális betartása mellett, tette hozzá a vezérigazgató. A kollégáink maszkba mennek. A fogyasztóktól annyit kérünk, hogy miután becsöngetett a kollega, akkor nyissák ki nekünk az ajtót, hadd megyünk oda a mérőhelyhez. Utána tisztelt fogyasztó vonuljon fedezékbe idézőjelbe, tehát menjen hátrébb egy kicsit, mondjuk a 2 métert, vagy inkább többet tartsunk be. Kollégánk elvégzi a leolvasást, ha olyan a hiba, hogy azonnal javítható, akkor azt soron kívül kijavítja. A mérőnek az állását pedig bediktálja. Idén tavasszal már dolgoztak ilyen rendszerben, akkor zavartalanul működött a szolgáltatás, értékelte a vezérigazgató. Abban az időszakban sem maradt el hiba elhárítás, átírás vagy számlakorrekció. Ma felmarták a Somlai Bocsor Erkel utca kereszteződésében az útburkolat felső rétegét. A munkálatok idején forgalomkorlátozás volt érvényben minden irányból. Kedd reggeltől folytatódik a munka, ekkor húzzák be az új kópóréteget a csomópontban. A kivitelező és az önkormányzat kéri, hogy kedden, azaz holnap mindenki kerülje el a kereszteződést. Ma 11 órakor már csak nem teljesen végeztek az aszfaltmarással az útépítők a Somlai Bocsor Erkel utca találkozásánál. A kivitelező az aszfaltmarását végzi éppen a területen. Ezt úgy tudja megtenni, hogy félpályában engedi a forgalmat kézi irányítás mellett. A keresztező utcákat viszont korlátoznunk kellett, ott terelő útvonalakat jelöltünk ki. Az útpálya felmarása és újra aszfaltozása a csomópont megújítása miatt volt szükséges. A kereszteződésben 4 zebrát alakítanak ki, és lámpák irányítják majd a forgalmat. Közlekedés biztonságilag az aszfaltot el kellett távolítsuk a csomópont teljes területéről, mert ugyanis erre kerül majd felfestésre azok a gyalogos átkelő helyek, amik mind a 4 irányba majd a gyalogosokat fogják átengedni. Viszont ezt a régi aszfalt felülete nem tette lehetővé. Most ezt fogjuk felújítani, egy gyeffes, erősebb kopóréteget fogunk ráhúzni. Az aszfaltozási munkákat holnap, azaz kedden végzik a reggeli óráktól, a maihoz hasonló forgalomkorlátozás mellett. Holnapi napot tekintve ettől nagyobb fennakadás nem várható, azonban a korlátozás időtartama fog hosszabb időintervallumot kitenni. A Somlai úton a főforgalmi irány tud haladni félpályában, ahogy hűtik az aszfaltot, úgy fogják egyik, illetőleg másik félpályára engedni az autósokat. A Bocsor és az Erkel utcáról kedden sem lehet majd kihajtani a munkák befejezéséig, várhatóan 18 óráig. Az építők és az önkormányzat azt kéri, mindenki kerülje el kedden ezt a csomópontot. 17. születésnapját ünnepelte tegnap a Várkertfürdő. A rekkenő hőségben üdítő volt a vendégsereg számára a fergeteges program. Pápai csoportok előadásán kívül volt egy látványos műugró bemutató, és a Kozombolis trió is szórakoztatta a fürdőzőket, de a népszerű szépségverseny sem maradhatott el. Amint egy 1200 látogató biztonságos körülmények közt ünnepelhetett együtt a fürdővel. 17. születésnapját ünnepelte vasárnap a Várkertfürdő. A rendkívüli hőségben mintegy 1200 látogató csobbant a medencékben. Tudtuk meg Nagy Zsolt vezérigazgatótól, aki kiemelte, bár az előző hétvégéhez képest kisebb volt a vendéglétszám, most a biztonság a legfontosabb. Azt gondolom, hogy elsődleges most mindenkinek a biztonsága, és talán ez a létszám ehhez azt gondolom, hogy kellő megnyugvást ad mindenkinek, nekünk is, meg a vendégeknek is, hogy biztonságban vannak nálunk.
A születésnapot több program is színesítette. A legszerencsésebbek a gyerekek voltak, hisz nekik kedveskedtek a legtöbb műsorral. Többek között volt animációs foglalkozás, bohóc műsor és táncbemutató is. A délután egyik csemegéje a látványos műugró bemutató volt, de a közönség szórakoztatásáról a Kozombolis trió is gondoskodott. A fergeteges programok jó hangulatban teltek, mondta el Mészárosné Varga Veronika, aki nem csak énekelt, hanem műsorvezető is volt. Kevesebben vannak, mint amennyire számítottak a szervezők, viszont hangulat nagyon jó. Teljesen partnerok az emberek, ha kell, akkor a medencébe tapsolnak és énekelnek és táncolnak, ha kell, akkor kéne a színpad a medence partján. A napfénypontjaként emlegetett szépségverseny nevezői nem csak az urakat kápráztatták el, hanem a zsűrit is. Nagyon erős mezőny indult, így nehéz volt a bírák dolga. A legszebbnek Horváth Alexandrát választották, aki Bábolnáról érkezett városunkba. A közönség szavazatai alapján is ő volt a kifutó befutója. Sikerének titkaként a testi-lelki egyensúlyt nevezte meg. Külsőre mindenki mondhatja, hogy szép valaki, de ez szubjektív. Mindenkinek más tetszik, de ha valakinek nem szép a lelke, az kívül is a szép. A 21 éves hölgy egy éven keresztül a Várkertfürdő arca címet viselheti, de több ajándékkal is gazdagodott. A fürdőzők pedig rengeteg élménnyel térhettek haza. A tavalyi pápai okit kiállítás közönségdíjasaként Józsvainé Kislőrinc Editnek kínált tárlat lehetőséget a Jókai Mórvárosi Könyvtár. A hévízi alkotó csodálatos akvarelljei láthatók most a városi bibliotékában, a legtöbb kép virágot, csendéletet ábrázol. A harmóniát, a természet szépségét megörökítő kiállítás a biztonsági előírások figyelembevételével a hónap végéig látogatható. Az alkotó már gyermekként is szeretett rajzolni, festeni, de aztán közgazdasági szakközépiskolába járt, és elvégezte az államigazgatási főiskolát is. Dolgozott a közigazgatásban, majd az idegenforgalomban. Azonban az alkotó kedv utat talált, s Józsvainé Kislőrinc Edit a mesterektől tanulva elkezdett ismerkedni az úsztatott akvarell technikával. Vizes alapra dolgozunk, és meg kell tudni fogni a formát, ugyanakkor finoman kell vele bánni, nem vihetem erősen a festéket, nincs javítási lehetőség, vagy minimális a javítás, és hát bizony ezek... Hát úgy mond, Németországból hozatott 450 g-os papírra dolgozom, tömbösítve van, valamikor 10-ből 8 nem sikerült, most körülbelül 1-2, ami nem kerülhet keretbe. A nehéz technikával nagyszerű színeket és formákat tud létrehozni a hozzáértő ecsetkezelő. Józsvainé Kislőrinc Edit ilyen alkotó. Képein visszaköszönnek a természet formái. Ő nem szereti az elvont absztrakt formákat. Néha a színekkel azonban szívesen játszik. Van például kék napraforgó is a kiállításban. Nem szeretek úgy festeni, hogy azt mondja valaki, hogy hú, ezt festd meg, légy szíves, az nem megy. Ami nekem belülről jön, vagy ami megfogott, vagy utálom az esőt, de festeni imádom. Nagyon szeretem az őszt, rengeteg szín van benne. Az alkotót dr. Herman István igazgató köszöntötte a megnyitón, ahol Molnár Lajos festő grafikus mondott beszédet. A tárlat augusztus végéig látogatható a könyvtárban. Nagy lendülettel gyűjtötte a szemetet a Cardiomax Sportegyesület a Várkert környékén. Ezen a héten rendezik ugyanis hagyományos futóversenyüket. Céljuk, hogy a futni vágyókat rendezett, tiszta területen várják. A vasárnap délelőtti programon 17 zsák szemetet szállítottak el a füves területről. A sportolókhoz segítő önkéntesek is csatlakoztak. A Cardiomax Sportegyesület minden évben, így idén is megrendezi hagyományos futóversenyeit. Céljuk azonban az, hogy a futni vágyókat rendezett, tiszta területen várják. Így született az ötlet, hogy a Várkertben szemétszedési akciót hirdetnek. Vasárnap délelőtt 9 és 12 óra között várták segítőiket. A csapat életében nem először valósult ez meg. Tavalyi évben először gondoltuk azt, hogy nem lenne rossz ötlet, hogyha a verseny előtt egy héttel kicsit rendeznénk a pályát, tisztítanánk a környéket, és főképpen a Várkertre gondoltunk,
hogy érdemes lenne ezt takarítani, mert minden évben azért elég sok szemetet találunk elszórva úton, útvélen. Ugyan szűk csapattal indultak útnak, de nagy lendülettel végezték a nemes feladatot. Több önkéntes csatlakozott hozzájuk, így 4 külön csapatban végezték a példaértékű munkát. Megdöbbenéssel tapasztalták, hogy a kihelyezett konténer mellett is rengeteg szemét van. Az egyik önkéntes felhívta a figyelmet az egyéni felelősségre. Úgy gondolom, hogy nem a hatóságoktól kell azt várnunk elsősorban, hogy utánunk vagy mások után szedjék a szemetet, hanem ha mindenki maga körül rendet rak, azt a saját szemetét oda teszi, ahova az való, akkor megszűnik az ilyen mértékű szemetelés, mint amit most tapasztalhatunk. Az elhajított dolgok közt főként cigarettás doboz és üdítős flakon volt, de találtak bicikli külső gumit, illetve törött szélvédőt is, aminek az elszállítása külön kihívás lesz, mondta el Szabó György, aki hozzátette, hogy az összegyűjtött szemetet konténerekbe helyezik. Tulajdonképpen úgy oldjuk meg, hogy vannak konténerek, ahová le tudjuk rakni ezeket a szemeteket megbízhatóan, és ott biztos, hogy oda fog kerülni, ahol a helyük van. A vasárnap délelőtti rendrakáson 17 zsák szemét gyűlt össze. Ez egyel kevesebb, mint a tavaly gyűjtött 18 zsák. A csökkenés ugyan reményteli, de a jövőben is lesz még dolga a rendszeretőknek. Híreink után következzen az időjárás jelentés. Kedden és szerdán is sok napsütésre van kilátás, de már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. A Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, azoktól távol gyenge légmozgás lesz jellemző. A következő napokban délután 27-33 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak híreink, nézzék továbbra is műsorunkat. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!